A polgármester beszámolója elején köszönetet mondott azoknak, akik az önkormányzati választáson éltek szavazati jogukkal. Emlékeztetett az új testület, októberben kezdi meg munkáját. Több a településképpel kapcsolatos döntést hozott a testület. Ezeket részben jogszabályi változások tették indokoltá, és az, hogy a 441-es és a 311-es főút rekonstrukciója a következő ciklusban, azaz októbertől várható. Kiemelt beruházásokról van szó, és komoly eséllyel meg is fognak valósulni, fogalmazott a polgármester. Mint ahogy az elkerülő út is, ami keletről fogja a várost elkerülni, és ehhez kapcsolódóan a kórháznál kettős körforgalom kialakítása várható, tette hozzá. Csáki András szólt az idei évi sporttámogatási keret elosztásáról is. Úgy fogalmazott, az állami támogatások fényében nem az önkormányzatnak kellene a versenysportot támogatnia, Nehéz anyagi helyzetben van a város, nemcsak az ipari par kettes beruházással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség miatt, hanem azért is, mert az adóbevételek nem az elvártnak megfelelően teljesülnek. Mint mondta, éppen ezért a kötelezően ellátandó feladatokat kell finanszírozni.